Sziasztok, Ercsei Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Itt vagyunk Crotonban, ahol a Dóm falán vannak ilyen falfestmények. Szerintem alapvetően egészen jól néznek ki, bár kicsit modernek. És a Dóm mellett, bal oldalon, a vicceskedvű helyiek az Ördögről neveztek el egy utcát, Via Lucifer. Amin, ha bejövünk, akkor ilyen kis tereken át a Via Sturianóra, és utána a Via Pescheriára, Halászok utcára jutunk, ami egyébként az egykori, középkori zsidó gettónak, a Giudettának, vagy Giudettának a területe. Na már most, ha itt vagyunk Crotonban, akkor tegyünk úgy, mint a crotoniak, üljünk be egy kávéra a Dóm előtt, a téren, vagy nézzük meg a Dómot, és a híres Madonnát a Dómban. Noi siamo giovani wannabe. Mit kell még tudni Crotonról? Hát annyit lehet tudni Crotonról, hogy az ókori Görögországban, Dél-Itáliában, vagyis Magna Graeciában az egyik leghíresebb polisz volt, vagy város volt, és hát arról is híres volt, hogy itt született Milon, a crotoni Milon, aki hát az egyik legismertebb sportoló volt az ókorban, hatszoros olimpiai bajnok, brutálisan erős csávó volt, a legenda szerint naponta 8 kg húst evett meg, és naponta 10 liter borral öblítette le ezt az egészet. Hát el is hiszem, hiszen testi erejéről volt híres, állítólag egy kolosszus volt. Aztán a másik, amit érdemes megemlíteni, hogy itt alapított iskolát Pitagorasz. Ugye mindannyian ismerjük a Pitagorasz tételt, nem is nagyon szeretjük, de mindegy. És a Pitagorasz Crotonban alapította meg az iskoláját, egy matematikai iskolát. Ő egyébként filozófus volt, és a számok mindenhatóságában hitt, sőt, a saját mindenhatóságában is egy kicsit, mert hogy azt állította magáról, és a követői is ezt gondolták róla, hogy ő bizony egy félisten. Azt mondta állítólag magáról, hogy vannak az emberek, vannak az istenek, és vannak, igaz nem sokan, olyan lények, mint Pitagorasz. Croton ma egyébként szemmel láthatólag rohad. Szóval az ókori Akropolisz is be van zárva, aminek hát inkább csak sejteni lehet a helyét, szerintem arra épült rá a spanyolok vagy a nápolyiak kastélya a kikötőben, vagy inkább vára a kikötőben, de ez a vár is totálisan zárva van, és esik szét, mint az állat. Hát, nagyon-nagyon sajnálom ezt az egész dolgot, ezt a crotoni kitérőt, mert hogy egyébként én valami csodálatosra számítottam, hiszen Crotonból indultam ki, Pitagoraszból és Milonból indultam ki, de hát inkább egy ilyen álmos kisváros látszatát kelti. Noi siamo giovani wannabe. Croton és Szybaris az ókorban állítólag egyszer összecsaptak, és Pitagorasznak köszönhetően nyert Croton városa az ősi ellenlábassal szemben. Ez úgy történt, hogy a szybariszi lovasság nagyon-nagyon hírhet volt, rettegtek mindenhol, hogyha a szybariszi lovasság szóba került, és arról voltak híresek ezek a lovak, hogy egy bizonyos síp-szó kombinációra, hát hogy is mondjam, elkezdtek táncolni. És Pitagorasz azt javasolta, hogy a crotoni kémek tanulják meg ezt a sípszó kombinációt, és utána, miután ez megtörtént, betanították egy egész zenekarnak, és amikor a szybariszi lovasság Croton ellen támadásba lendült, akkor rázendített a zenekar, és a szybariszi lovak elkezdtek ágaskodni, ledobták a katonákat, és a crotoniak könnyűszerrel legyilkolták mind a lovakat, mind a szybariszi katonákat.
napjaink satnya leszármazottai, vagy legalábbis Crotone Milón leszármazottai úgy tartják, a helyiek ugye, hogy Milón azt a napi 10 liter bort azt úgy nyakalta be, hogy ez a csírói bor volt, a csírói vörös, ez a csíróiak marketingje, hogy Csíró DOC-t vedelt a Crotone Milón naponta 10 litert. Hát legyen így, én abszolút adom az érzést. Elérkezett az idő, hogy egy Librandi Csírót bontsunk, és hogy megmutassam nektek, hogy mit kaptam a szervezőktől. Ez egy ilyen nyaklánc, egy ilyen helyi, nem tudom, életfával vagy valami ilyesmivel. Mindenki kapott, nem csak én, aki részt vett a sajtóúton. Úgyhogy, hogy a Csíróban kaptuk, és hát hol máshol tudnám ezt jobban megmutatni, mint Csíró közelében egy gyönyörű 15. vagy talán 16. században épült kastélyban, Kakuriban, a Castello Kakuriban, és hát az van ráírva, hogy Librandi Duca San Felice, vagy Duca, szerintem Duca San Felice, Csíró DOC Reserva, Rosso Classico Superiore. Hát ebből akarnak majd a csíróiak egy-két éven belül nem csak DOC-t, ugye az már megvan, hanem DOCG-t is csinálni. Van benne egy 14%-os alkohol, és ami nagyon fontos, hogy a csírói vörösborokról tudni kell, hogy ezek 100% Gaiopóból készülnek, hogy jellemzően kevés bennük a színanyag, tehát viszonylag világosak ezek a borok, miközben bődületes tanninokkal rendelkeznek, úgyhogy hát ezt kell valahogy, nem is tudom, összhangba hozni. No, szóval, Csíró, hát szerintem a videón nem nagyon látszik, de tényleg egy ilyen közepes, inkább annál halványabb téglás szín. Illatában eper, málna, szamóca, pici füst. És kóstolva, hát Librandék az egyik legnagyobb cégzet a borvidéken. Nem véletlen, hogy ők lettek ismertek. Moderált tanninok, közepes test, lendületes savkarakter. Úgyhogy, hát ez egy gyönyörű Csíró DOC. Úgyhogy, ha Csíróban jártok, és mondjuk ezt úgy tehetitek meg legkönnyebben, hogy Szabó Zoli hosszúhetényi borásznál nyaraltok, van egy Facebook oldala, Nyaralj Kalábriában, kattintsatok rá, akkor elmentek Csíróba, óvatosan, mert azért ez legalább egy 3-4 óra vezetés, és bevásároltok, vagy ha nem akartok elmenni Csírók, akkor kerestek egy vinotékát, és ezt a Librandi Csíró DOC-t keressetek, mert tök jó. A Lecsengés csak egy YouTube csatorna. Ha ennél is jobban érdekel titeket a borvilága, akkor iratkozzatok be a Borkollégiumba, ahol olyan felkészült és szuper jófej oktatók várnak titeket, mint például én, Tali a Borkoliban.